szóval képzeljétek el, gyerekek, hogy ez az állatkertnek a legnagyobb medencéje, ami 500 000 liter tartalmaz. Diák munkásként dolgozott ez a lány idén-nyáron a Nyíregyházi Állatpark zoosuliában. Ebben az évben is több 10 000 fiatal vállalt munkát szerte az országban. A kormányzati nyári diák munkaprogram keretében minden eddiginél több 16 és 25 év közötti tanuló jutott ilyen lehetőséghez júliusban és augusztusban, a megyében 4700-an. Ez az országos 30 000-es szám 16%-a. A program megvalósítására Szabolcs-Szatmár-Berekben több mint 500 000 forint jutott, melyet vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítottak a diákoknak munkát adó szervezeteknek, intézményeknek, cégeknek. Az önkormányzatokat tudtuk segíteni 6 órás 100%-os támogatással, illetve a mezőgazdaságban, vendéglátásban, turizmusban dolgozó munkáltatókat. Itt egy 8 órás bérnek a 75%-át tudtuk finanszírozni. 380 munkáltatót tudtunk segíteni ebben a 2 hónapban megyénkben. Ennek döntő többsége 225 esetben a önkormányzatok, a többi része mezőgazdaságban, illetve főleg a vendéglátásban, turizmusban dolgozó munkáltatókat tudtuk segíteni. Nagyon sikeres volt a program, én azt gondolom, hogy a munkáltatók már tudták ezt a lehetőséget, hiszen évről évre meghirdetésre kerül, érdeklődtek már június hónapban. A programmal a fiatalkori aktivitás növelik a nyári hónapokban, a munkáltatók helyi igényeihez alkalmazkodva. Az iskolások pedig kipróbálhatják magukat a vakáció ideje alatt a munkavilágában. Azok, akik ezúttal lemaradtak a lehetőségről, más módon is munkához juthatnak. Egész évben a gazdaságvédelmi akcióterv keretében számos programot tudunk működtetni. Regisztrált álláskereső az nagyon fontos, tehát egy nappali tagozatos, akire a nyári diákmunka ki volt írva, nem tud részt venni, de aki regisztrált álláskereső fiatal és munkát keres, az a lakóhelye tartózkodási helye szerinti foglalkoztatási osztályra fáradjon be, és a kollégák fognak neki tanácsokkal szolgálni. Vannak jelenleg is, és várunk az ősszel megjelenő új programokban is olyan konstrukciókat, amelyel fogunk nekik tudni segíteni az állás elhelyezkedésben. Az idén már 9. alkalommal meghirdetett megyei diákmunkaprogram sikerét jelzi, hogy az eredetileg tervezett támogatási összeget 3 alkalommal is megemelték.